Mint híradásainkból kiderült, a karcagi református egyház oktatási intézményeiben kimagasló eredményeket érnek el az oktatás területén. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperest most a nevelési intézmény állapota felől kérdeztük. Ahogy az esperes elmondta, a nevelési intézmény embrionális állapotban van. A tervek és az igények szerint az előzetes elképzelések alapján 2020. szeptemberében indult volna el az óvoda. Egy óvodát szeretnénk indítani. A szándékunk és az igény az mindenképpen a 2020-as szeptemberi indulásra mutatott előre. Sajnos ez a covidos időszak, ez sok mindennek gátat szabott. Jelen esetben a mi dolgunkban is ez 3 hónap kiesést jelent. Példának okáért mostanában tudtunk igazából érdemben találkozni személyesen is azokkal, akik a terveket műszaki szempontból és költségvetési szempontból újra kell, hogy átnézzék, illetve ha kell, akkor szükséges módosításokat megtegyék. Ezt már márciusban meg kellett volna tenni, ahhoz, hogy nyugodt szívvel tudjuk a kivitelezőnek átadni a terepet. Hogy ő is tisztában legyen vele, hogy mit várunk el, és természetesen mi is. Ez 3 hónap kiesés. Ezt képtelenség most bepótolni, úgyhogy azzal a szent elengedéssel élünk, hogy most ebben az esztendőben inkább időt hagyunk arra, hogy tisztességesen, normálisan legyen előkészítve minden, tehát egyrészt fizikálisan, másrészt pedig a dokumentáció, hogy minden engedély kellőképpen végig gondolva és végig vezetve legyen kieszközölve, tehát ne maradjon benne semmi hiátus, mert ha egyszer belakjuk az óvodát, akkor ott már nagyon nehéz, akár tanévről tanévre, akár szüneteket kihasználva, mindig a meglévő rendszerben egy kis átszervezéssel helyet adni a munkálatoknak. Tehát magyarul ezt senki nem szeretné, hogy ne egy készen lévő és jól működő, illetve jól működtethető intézményt adjunk át. Ez nekünk nem érdekünk, úgyhogy ezt az évet, ezt most ki fogjuk tolni. Ahogy az esperes elmondta, a nyitás várható időpontja 2021. szeptember 1-én lesz.